Sziasztok, Marika vagyok. Itt a férjem nevettet, röhögtet. Megmondja, hogy ilyen káposztát rakjak ide, hogy amit láthattok ti. De nehogy van ám az. Mindenfélét lehet látni. Hát mi nem boltba vették, ez az itthoni káposzta. Amelyik jó, az jó, amelyik nem, nem. Kész. Hát nézzétek meg, azt mondta, hogy ilyet ne rakjak ide. Élesek is. Éles. Na, leszedem, amíg jó nem lesz. Káposzta savanyítás fog történni, mielőtt elfelejtem mondani. Így hányadika van? December 28-29? Hányadika van? Nem, lényegtelen. Nem is tudom, hányadika van. Az fog történni, hogy a káposztákat nagyon szépre, meg leszedjük nagyon szépre a leveleket, nagyon szép legyen. Látjátok, az a csúnya ilyen lett. És kivágjuk a torzsáját. Ez könnyű női munka, úgyhogy ezért csinálom én. Akkor rakjál még ide föl. Ezt a videót nem tudom, mikor fogjátok látni majd, ha ugye kész lesz már a káposzta. Ki tudja, mikor lesz. Ne vágjunk két felé, ugye? Már mondjuk ez most ilyen kicsi? Hát azt lehet, hogy nem kell a kisebbeket, de a nagyobbat. Kicsi gyalú. Van egy nagy gyalunk, még a szüleimé volt, meg... Ezt ne vágd ketté, az jó így. Aha. Most ez rég beszélés. Ketté vágod, akkor sincs semmi gond, mert egymás mellé tudok rakni a feleket. Ja? Bele. Hát úgy csak könnyebb lenni, hogy mindjárt vágom a kezem. Úgy szóval külön már nagyobbak a ketté vágni, sőt még többet Ja, hogy így beleteszed. Így beleteszi, és akkor... Akkor azt lökködöm, azt a keretet. Keretet lökködöd. Oké. Okay. Jó, abba fogod belegyarulni. Semmi ördöngőség nincsen egy ilyen káposzta savanyításba. A lényege az, hogy mikor le van szedve a káposzta, egy-két hétig nem szabad még megcsinálni, hogy fonnyadjon egy kicsit. Tehát ha boltba van véve, akkor is kell vele várni. De ki tudja, hogy a bolti az már hánynapos. Tehát mikor össze leszedjük, minden szenteknél előbb nem szoktuk, mindig karácsony, akkor az úgy nem lesz jó. Karácsony, a szilveszter között, akkor most is ott tartunk. Na, hol tartottam? Na, mondok annak. Ja, mi így ünnepek között csináljuk mindig. Piros káposztát már savanyítottam, azt egybe. Ó, az nagyon jó. Véres hurkák alá, legjobban az alá. Itt egész fejne, piros káposztát, azt egész fejet savanyítottam. Azt majd meg is mutatom közben, de közben, de hogy mutatom meg közben, amikor végzek, amikor már kész lesz. Meg ezt is akkor fogjátok látni, hogyha teljesen elkészül a káposzta, úgyhogy ennek csak úgy van értelme, hogy majd jövőre esetleg, ha valaki el akarja készíteni saját boldát, amelyitek otthon nevel káposztát, termeszt, az úgy is tudja ma, hogy hogyan kell. Igaz? Egyszerű, semmi ördöngösség nincs benne. Legyaruljátok a káposztát,
és 1 kilóhoz 1 dekagram, ami 10 gram, ugye, sót kell adni, ami nem jódozott, de megmondom őszintén, jódozott sóval is csináltuk, és úgy is jó lett. Nem lett semmi baja. És mi nem rakunk hozzá semmiféle fűszert. Ezt a gyarut a férjem mondja, hogy egyszer voltunk Ausztriában, ilyen zsibin, tudjátok, ilyen olcsó lehet mindent venni, amit kidobáltak, és onnan hoztuk. De van egy nagyunk, a szüleinktől örököltük, de ilyen kevésnek, amit ami most készül, nem akartuk behozni. Hány literes lehet ott az a kis hordó, apu? 30? 25? Inkább 25, mi? 25. Úgyhogy most nagyon kevés fog készülni, mert még van a tavalyiból is, úgyhogy ennyi elég lesz. Ez most 2 kg, ehhez 20 g sót fogok adni, erdélyi sót. Ráborítom, összekeverem, és akkor majd a férjem megtömi. Hát azt is ráborítom. Hát ez most ez a vágó nem a legjobb, mert ilyen szélesebbeket is vág, a másik az sok vagy szebben gyalul, de ez most ilyen lesz, jó lesz ez is. Hát így ebben a kis hordóba belerakjuk a 2 kilónként a káposztát, ami ugye már meg van keverve sóval, és akkor ezzel a tömködővel, amit mindjárt mutatok, ugye a férjem hogyan tömködi bele, ugye, hogy a leve egy kicsit följöjjön, addig meg kell tömködni. Mindig csak ilyen keveset. Ha nagyobb a hordó, akkor persze lehet többet, de hát nem fontos. Lehet egy kicsit, akkor többet. Oda videóz bele, akkor egy kicsit. Ja, jó van, hát most még nincs megtömve. Így a férjem megtömködi ezzel a vastag fával. Alig fér bele, ugye, mert ez nem ehhez a hordóhoz van. Arra mindig ügyeljetek, hogy a hordó az a 2-es, meg a 4-es, meg az 5-ös, ha jól tudom, azok, amikben lehet ilyen sózott dolgokat rakni. Hát legalábbis én arra figyelek. Meg hát ugye lehet venni ilyen kerámia, nem kerámia? Kerámia az a... Hát olyasmi. Agyagedény, igen. Ami belül is ilyen, mi az? Akkor jó, ha följön a leve, addig lássam. Mi az a fényes réteg rajta, kerámián? Máz. Máz, vagy zomán, nem zomán, az az erényem van. Na jó, ehhez nem értünk, olyanok nekünk nincs. Ott látszik a lé már följött, megkóstolom, milyen. Majdnem azt mondtam, nem átszatos, nem sós, akkor pont jó, nem szabad annyira sósnak lenni, mert akkor tönkre megy, majd jártunk úgy egyszer, bebarnult az egész. Elkészültünk, ugye most mi úgy csináljuk, hogy nem így szoktuk, hanem nagyobb edénybe, akkor nájlonokat 10 liter vizet, 10 kilót belerakunk, de most nem úgy csináljuk. Most úgy, hogy beleraktam egy jó vastag nájlon, így, és akkor ebben még másfél kiló vizet raktam, ilyen hűtős nájlonok, ami erős, és ugye razán van benne, hogy tudjon terülni. És akkor ezt így belerakosgatom, ugye ez a nagyobbik nájlon ez azért van, hogy ha kiukadna valamelyik ilyen nájlon, kisebb, a kisebbek közül, akkor a káposztára folyjon rá a víz, az a nagy nájron megfogja, így. És akkor rárakjuk a tetejét, és akkor, mit tudom én, majd nézegetjük, ha jön a habja, akkor kiszedjük, lemossuk. Én megmutatom, hogy így van neki egy ilyen tetej, ezt csak így rárakjuk, hogy a poszt ne menjen bele, mert ez most le lesz vűve a pincébe, nem a lakásba marad. Hát ott mennyi fog van akkor? 20 fok van? 20, általában 20. Az akkor jó neki, egy 4-5 hét alatt kész. Na akkor majd jövünk, aztán megmutatjuk, milyen lett.
Most a férjem leviszi a pincébe, én meg viszem utána a vizet, aztán akkor ott fog élelődni. És 14 kiló lett a káposzta, azt elfelejtem mondani. Így tisztán. Most megnézzük, hogy a káposzta hogy sikerült. Az igaz, hogy én már tudom. Mert ugye, hát már lemostam többször, most pont egy ilyen mosás előtt vagyok. Úgyhogy most meg fogjuk nézni így együtt. Most ezt rosszul mondtam nektek, ugye, hogy mondtam, hogy ugye így tartottam a nájront, és akkor ráraktam, hát persze az nem úgy volt, hanem ugye így összekötöttem a száját, mert ugye le lett volna fogva ugye a levegőzés. Úgyhogy most kiszedem ebbe az egy, két nájront hoztam le, az egyikben víz van, a másikban pedig ezeket kirakosgatom innen. Hát február 17-e van, úgyhogy állandóan elfelejtettem megmutatni, látjátok van ilyen habja, hoztam tiszta vizet, abban le fogom mosni, és körbe fogom mosni belül is, a habot lemosom, úgyhogy ezt én mindig így csinálom, ez egy külön erre való mosogató szivacs. Amit csak erre használok, utána jól kimosom, megszállítom, összegumizom, és erre van ragva egy helyre, ahol ugye csak erre használom. Hát nagyon nem szoktam bele vacakolni, letörlöm körbe a habot, nagyon nincs is rajt. Hát olyan két-három, inkább három hetente csinálom ezt meg. Nem kell olyan sűrűen, nem kell bántani, nem baj, ha van rajta, hát amikor pont kell a káposzta. Úgyhogy, és akkor lemosom a nájront is, meg hát veszek ki káposztát is belőle. Hoztam le egy ilyen pici kis üveget, ez egy ilyen kis 3 decis üveg, és akkor kaparok egy kis káposztát vele. Már tegnap megkóstoltuk, mert az ezelőtti mosásnál csak éppen én kóstoltam meg, de most vittem fel, a fiam még voltak itt, és a kisunokámnak, aki 1 éves, 4 hónapos, hú, hát annak nagyon ízlett, nekünk is mondjuk. Szerintem teljesen kész, még nem főztem vele semmit, még nem került rá sor. Nagyon finom. Hát ugye lassan is érett meg, mert itt csak ilyen 19-20 fokkal. Kogyó mellé. De teljesen rendben van, finom. Olyan savanyú. Hú. Pedig tudjátok, nem sok só van hozzá. Most ugyanis van? 1 kilóhoz 1 deka. 1 kiló, igen, 10 gram. Na jó, van, visszapakolok mindent. És akkor ugyanúgy lemostam a nájlont. Jó, meleg vizet hozok le mindig. Jó meleg. És akkor visszalakom ezeket a... Atyátok, semmi baja. Ez a késő megfogja, csak azt kell lemosogatni. A vastag nájlon. Szépen el van hozva, és akkor nyomatja. Ezt pedig ugye összekötöm. Ezt itt így összekötöm. Oj, helyni. Ezt a tetőt meg ugye látjátok semmilyen. Itt csak rárakom. Úgyhogy teljesen rendben van ez így. Nem csavarom rá, csak így ráteszem, hogy ne menjen bele a szemét. Jó. Hát ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a nem túl hosszú, de hosszú ideig tartó videót, ami ugye, hát most nem is tudom, mikor kezdtem-e, karácsony-szilveszter között, vagy valahogy így,
Most meg ugye február 17-e van. Igen, február 17, hétfő. 2020. Úgyhogy, ha az idén már nem is, ugye, mert gondolom nem fogjátok elkezdeni, mert nem ilyenkor van az ideje, hanem így decemberben, ugye általában november-decemberben. De jövőre esetleg, ha rátaláltok erre a videóra, akkor elkészíthetitek ugyanúgy, ugyanígy, ahogy mi készítettük. Túlsózni nem szabad, az a lényeg. Ez sótlan se legyen, mert akkor nagyon nehezen érik. Hát így körülbelül esetleg 1-2 gramma, nem 10 grammot raktok, hanem ha nem erős a só, ugye, arra is kell figyelni, ha egy himalája sót raktok, az nagyon gyenge, én szerintem. Abból lehet, hogy több kell. Hát ez egy erdélyi, sima erdélyi só. Úgyhogy ebből ez a 10 gram elég volt. Lehet, hogy 11 grammot rakok, akkor még előbb érik. Mert nagyon nehezen érett. Körülbelül olyan 2 hete, hogy kész. Nagyon nehezen érett meg. De látjátok, hát nem tudom, a monitorom mennyire látszik. Szép sárga lett. Finom, savanyú, nagyon. De most még szerintem lehetne így használni, de később 1-2 hét múlva már egyszer meg kell mosni. Nem olyan, mint a bolti, hát az szerintem savanyúbb a bolti. Úgyhogy hát nem tudom, lehet, hogy inkább gyengébb a bolti. Ja, inkább gyengébb a bolti. Ez savanyúbb tud lenni. 2 vízbe is meg szoktam mosni. Jó. Örülök, hogy végignéztétek ezt a videót. Majd írjátok oda, hogy ti hogy készítitek, ha készítitek, vagy ha majd elkészítetek, akkor írjátok oda. Sziasztok!